becsületbeli ügy. Így vélekednek a halászok az ivadékmentésről, hiszen zsákmányra is csak akkor számíthatnak, ha az utánpótlás biztosított. A tavaszi áradás során leikrázott halak ivadékait még nem hajtja az ösztön, hogy az apadással visszahúzódjanak a mederbe, így a mélyedésekben milliószámra rekednek meg a pár centis példányok. Az ivadékmentést a Kán Károly út mögötti kubik gödrökben kezdték meg. Nagyon szépen van benne, főleg pontyivadék, amit idáig kimentettünk. Ez egyelőre több százezerre tehető. Bízunk benne, hogy a nap folyamán azért elérjük a milliós nagyságrendet, és ezt az agyvába vissza fogjuk telepíteni. A hálóban gőték és teknős békák is fennakadtak, ezeket azonban természetes élőhelyükön, a sekély gödrökben hagyják. Ivadékot többször is telepít a környék vizeibe a halászati kezelő, a természetes környezetben kikelt példányok azonban jóval értékesebbek a mesterségesen keltetetteknél. Azt lehet mondani, jobb életképesebb, és maga az, hogy a természet hozta létre, és amit a természet létrehoz, az mindig jobb, mint a mű. A fiatal halak nagyon érzékenyek, ezért sietni kell a munkával. A Tisza és az Agyva átletén visszanaladó vizekben mindenhol halmentést fogunk végezni. Ez szervezetten valószínű ebben a hónapban minden nap történik valamilyen helyszíneken. Sóra kerül egyebek mellett a Kenderáztató, a Vezsenyi Rét és Rákóczi falva határában a Bivajtói öblözet környéke is. A Tisza középső szakaszán engedéllyel rendelkező 12 halász vesz részt az akcióban.